Kevesebb mint egy óra alatt 30 liter eső esett négyzetméterenként, Dreán és környékén. Az ítéletidőt jégeső tetézte. Olyan 7-8 körül este jött ez a nagy, hatalmas felhő, és mivel Vojvodina Meteónak tagja vagyok, és ottan már jelentettük, hogy várható ilyen idő és jégcsapás, csak nem gondoltam volna tényleg, hogy Drea fölött lesz ez a nagy felhő, és hogy lebírom vételezni. De mondom, 7 óra, 7-8 körül megérkezett ez a nagy felhő, és körülbelül olyan 20-25 perc alatt rengeteg jég leesett. A tegnapi ítéletidőt pedig folyamatos esőzés követte. Száva Popov 40 éve foglalkozik mezőgazdasági termeléssel, de ilyen heves jégesőt még nem látott. Elmondása szerint a fiatal növényzetnek nem tett jót a csapadék, de talán még helyreáll a vetés. A kalászokon hiányzanak szemek, hogy okozott kárt, hogy, de még az a szerencse, hogy még zöld a buza. Szerintem sokkal nagyobb kár lett volna, hogyha érettebb lett volna a buza, akkor nagyobb kár lett volna sokkal. De a szója, a kukorica, ezek ki fognak hajtani, mert még ezeken is olyan kár, normális dolog, hogy kár, de nem akkora károk vannak, mert kicsi volt az egyik is, másik is, hogy ki fogja heverni ezt. A Vojvodina Meteo portál előrejelzése szerint az esőzés csütörtökig fog tartani, a hétvégén azonban már felmelegszik az idő.